A 2014-2020-as időszakhoz képest fontos változás, hogy a következő években már nem a vidékfejlesztési program határozza meg a vidékfejlesztési támogatási szabályokat, hanem a KAP stratégiai terv. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy 2023 és 2025 között a vidékfejlesztési program és a KAP stratégiai terv párhuzamosan működik majd egymás mellett. A VP néhány kiírása még most is pályázható, sőt a korábban már lezárult felhívások akár újra is megnyithatóak. Gyökeres változás, hogy részben a nagy kezdeményezésére Magyarország kormánya a vidékfejlesztési források esetében a korábbi 17,5%-ról 80%-ra emelte a nemzeti kiegészítő forrás mértékét, ami az EU-ban példátlan. Így a stratégiai tervben a kettes pillére a 2023-27-es időszakra mindegy 2900 milliárd forint támogatási forrást terveztek. Nagyságrendekkel nagyobb forráskeret áll tehát rendelkezésre ebben a ciklusban, mint a 2014-20-as időszakban. Ekkora összeg minél hatékonyabb elköltéséhez szükséges könnyíteni a gazdálkodók adminisztrációs terhein. Ezért egyszerűsített elszámolásban kerülnek kiírásra a projektek, a költségnövegményeket érvényesíteni tudjuk az építési tételek esetében, kamattámogatott hitelek lesznek elérhetőek, és ezeken felül még további könnyítések is várhatóak.